Ebben a videóban nyitni fogunk egy-két királyságos cuccot, és sok-sok nyeremény vár rátok. A jelentkezéshez szükséges lépések nagyon egyszerűek. Első, iratkozz fel erre a YouTube csatornámra. Második, írd be Brawl Stars-on belül a shopban a csuszi kódot. És harmadik, írd le kommentben az e-mail címedet, de figyelj arra, hogy ne írd mellé azt, hogy kukac@gmail.com, hanem például csuszi gaming. És ennyi. Ez azért fontos, mert ha mellé írjátok azt, hogy kukac@gmail.com, akkor nem fog megjelenni a megjegyzésetek. Na de mégis mit nyerhettek? 10 nyertes 5 megaboxot fog kapni játékon belül, 5 másik nyertes pedig egy Frankengrom skin, pontosan ilyet szerezhettek meg. Másik 4 nyertes pedig a Star Trophy spinhez juthat hozzá. Jelentkezni december 6-a vagy Mikulás nap este 9 óráig tudtok, jelentkezz most, iratkozz fel a csatornára és írd be a csuszi kódot a Brawl Stars shopba. Soha az életben nem láttam még ilyet boltokban, de nagyon reméltem, hogy el fog hozzánk is jutni, hiszen ez végre hivatalos termék. Line Friends-es kiadású Brawl Stars Collectible Figures. 24 darabot lehet begyűjteni. Sheesh! Van közte Silver, Gold, meg minden. Az a helyzet, hogy csak bementünk az Oceanbe vásárolni, aztán mit sem sejtve ott az Among Us-os karakterek mellett észrevettem, hogy hát nem csak Sus karaktereket lehet szerezni, hanem Brawl Stars. Viszont ez az utolsó 5 darab volt már ott, úgyhogy így el is hoztam a dobozt, ami így néz ki. Szerintem amúgy elég menő, azt leszámítva, hogy valaki már majdnem megette a dobozt. Ha elérünk mondjuk 3000 lájkot, akkor megpróbálok ebből beszerezni sokkal, de sokkal többet, és lesz egy hatalmas opening. Megpróbáljuk akkor kigyűjteni mind a 24 brawlert. Síí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 í Ami piszok kemény. Nézzük az elsőt, hogy mi van benne vajon. Úristen, ez a hang. Na, gyerünk! Mi esik ki belőle? Mi esik ki? Mi lesz vajon ott? Ó, várjál, mi ez? Várj, ez majd később. Mi lesz a karakter? Mi lesz a karakter? Mi? Colt! Let's go! Hallod, mi történt a fejével? Ami leesett róla, vagy bugos? Nem mondod, hogy hibásat kaptam? Hé? Nézzétek meg a hajával, mi van? Dude! Ennyit fizetsz érte, egyetlen egy kis karakter van benne, az már is hibás. Hát akkor mi van ott a fejével? Itt mi történt a hajával? Vagy a homlokával? Ezt le lehet szedni? Hát ez szerintem gyári hibás. Most már megértem, hogy miért volt ennyire olcsó. És mi van ebben akkor? Mit adtak ide mellé? Jaj, csak ilyen gyűjtőfüzet. Kikszelheted, hogy már mi az, ami neked megvan. Okay. Jó, ez mondjuk jó pofa ez a háttér. Ez nem túl vaskos ennyi pénzért. Azt kell, hogy mondjam. Nézzük akkor a másodikban. Nézzük, hogy akkor itt vajon mi lapul. Valami mást adjál. Léci, legalább ne őt. Rengeteg karaktereshet. Na, vajon mi van benne? Mi van benne? Ó, mi? Na ez nem bugos. Nita! Jézusom! Ő teljesen rendben van, de én nem értem, hogy a Coltot miért nem tudták ugyanígy megoldani. Miért kellett külön neki a haját odarakni? Hát miért nem egybe modellezték? És akkor gondolom, ebben is ugyanaz a kis prospektus van benne. Ja, ez mindegyikhez jár. Én azt mondom, hogy jöhet is a harmadik, lessük meg, hogy esetleg ebben mi van. Na most így felétek tartom. Dü-dü-dü-dü. Úristen. Azt a mindenit! Micsoda 4K élmény! Ti látjátok először? 3, 2, 1... Mi? Tara! Egy mítik! Jó! Ennek koszos a feje! Mi a túró? Retkes! Hogy lett retkes? Kakás! Ez hivatalos Line Friends-es kiadás és kakás. Nem takarították meg. Legalább mindegyik különbözik, és remélhetőleg tudjuk is ezt tartani. Azért nem mondanám azt, hogy annyira durván megéri ezt a felárat a Brawl Stars-os cucc. Kidolgozottságban a Funko Pop simán ott van ugyanúgy a szeren. Sőt, ugye nem is kakás a feje. És fillérekért ott van. Hatod annyiért. Negyedik pak érkezzen. Nagyon jó a hangja, nagyon jó a hangja. Érzem a legát, érzem a legát. Hát, ha tartjuk a jó szokásunkat, és olyan karakter esik, ami még nincsen meg. Jön-e a lega? Jön-e a lega? Ho! Ho! Penny! Csí! Ez még a régi modell. Viszont mi király? Jól ki van dolgozva, tetszik. Hátul is ugyanúgy, ott van a treasure chest. Talán ezt tetszik eddig a legjobban. Mondjuk amúgy jó a Tara is, meg minden. Hát, hogyha az ötödik is valami egyedit tartalmazna, öt, ami nincsen meg nekünk, akkor nagyon szerencsésnek mondhatnánk magunkat, főleg akkor, hogyha valami lega jönne.
Mert az durva, hogy 5 csomagot vettem, és mindegyik egyedi lenne. Oké. Vajon mi lehet? Érzem már, megvan. De vajon mi esik belőle? Mi? Mi van? Jessie! Look at her! Look at her! Ha fókusz megtalálná, de jó lenne. Úristen! Megvan! A két fav, Penny és Jessie! Hú, az OG karakterek itt vannak azért nagyban. És még amúgy ott van a hátulján ráírva. A copyright Supercell, oly. Annyira jó amúgy, hogy ezt meglépte a Brawl Stars. Csak kár, hogy ennyire drága. Ahogy említettem is, hogyha elérjük a 3000 lájkot, és szeretnétek, hogy legyen még ilyen, akkor az összes Ocean-t felkutatva beszerzek jó pár ilyen csomagot, és folytatjuk ezt a csomagbontós cuccot. Aztán köszönöm mindenkinek, aki esetleg használja a csuszikórot, és ezzel támogatja is ezeket az unboxing videókat. Most pedig akkor bontsuk is ki azt a csomagot, amit a Supercell-től kaptam. Na, hát szerintem én nem cicózok, durranjunk bele a közepébe, tépjük szét az egészet, aztán meglessük, hogy mi is a helyzet. Ha? What? Hát ez nem Brawl Stars, Clash Royale, vagy Clash of Clans. Ó, ebből kettő is érkezett. Ha? Ó, amúgy jól néz ki a grafika. Ez tök jó lenne Brawl Stars-osba is. Nézzük, hogy néznek ki. Gifrap, úgyhogy akkor ez valamiféle csomagoló papír lesz. Egyáltalán nem rossz, sőt. Ugye ez az első. Hallod? Azt a terítőnek fogom használni. Nem amúgy. De simán lehetne poszter. Most így karácsonykor pont jól is jön, lehet vele csomagolni ajándékokat, csak hát kinek van pénze ajándékvásárlásra? Ó, de zavaros, azt nézd már! Mennyi csonti! Hú, tisztára, mintha Stumble Guys-ba lennék. Hát hót szkármi az egész. Folyamatosan azok estek. Azt a mindeni! Ez nagyon durva. Azért megnézném, hogy ki az, aki karácsonykor egy... Hát... csontváz fejekkel teli csomagoló papírba csomagol ajándékot. Eléggé morbid. Egy hulla, ott egy labda, jaj de szép az akasztófa. Ja, mi? Jó, azért ez már egy kicsit barátibb. Nem is rossz. Miért is Brawl Stars-os ma? Ez az egyetlen egy problémám van. Ja, és akkor ez meg ugyanaz. Ja, akkor végül is... háromféle van benne, és akkor így 6 darab. Na hát akkor ennyi is lett volna ez a csomagbontós csidejó. Aztán ugye nem említettem is, hogyha szeretnétek még, hogy legyen majd folytatás, és bontsunk ki még több ilyen figurát, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy hatalmas lájkkal és egy hatalmas feliratkozással, hogy ne maradjatok le a további tartalmakról, és jelentkezzetek a nyereményjátékra, mert holnap este 9-kor sorsolás, aztán csekkoljátok az e-mailjeiteket. Mindenkinek sok szerencsét!